jelesítjük a nézőket, hogy élő adásban vagy. Hát előre is köszönöm. Kösz TikTok. Küld az infót. Hello, Ria. Hello, Pali. Sziasztok. Benjo. Hello. Hát tegnap dezinformáltam. Azt mondtam a többieknek, hogy fél órával később kezdünk. Úgyhogy most csak mi vagyunk. Négy szem közt. Szia, Mona, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy jöttél segíteni a munkám. Love you. Köszönöm a szerelmes üzenetet is. Gyönyörű vagy, köszönöm szépen. Pest megyében lakom, Kismuki 4. Köszönöm a lájkokat, köszönöm a követéseket előre is. Igen, edzettünk reggel. És én vagyok a lustalajhár, és most mondom mindenkinek, hogy nekem ki van adva, hogy más edzen helyettem, úgyhogy azért vagyok ilyen izmos, mert mások járnak helyettem edzeni. Szubi, szia, köszönöm, hogy jöttél. Miért a kocsiban live? Most már be kell valljam az őszintét, így két hét után az a helyzet, hogy én vagyok a parkolóőr. Nálam fizetik a parkolójegyet, és én ellenőrzöm, hogy kinek mikor jár le a befizetése. Ezért innen a kocsiból. Szia Zoda, szép a ruhám, köszönöm szépen. Ricsi, nem illik egy hölgytől ilyet kérdezni, de öreg vagyok. Igen, hát most már muszáj volt szint vallanom, hogy én vagyok a parkolóőr. Nincs más mentség, hogy miért mindig a kocsiba ülök. Igen. Gyuszival helyettem is edzettetek. Köszönöm szépen előre is. Én gondolatba közben megfőztem, fölmostam, ágyat húztam, egy csomó mindent megcsináltam, és gondolatba edzettem is. Szia, Tess, köszönöm, hogy itt vagy. Szia, Anna. Mire áll ez meg? Jaj! Itt kell nyomkodjam majd. Köszönöm szépen angolul is a kedves szavakat, vagyis magyarul köszönöm meg, de az angol kedves szavakat is köszönjük szépen. Abdullah, igen, üdvözöllek nálunk, köszönjük, hogy itt vagy, és hogy bejöttél hozzánk megnézni, hogy hogy vagyunk, reméljük, te jól vagy. 174 lájkot kaptam eddig, nagyon szépen köszönöm. Hát így, hogy megkérdezitek, hogy mit főztem, mondjuk senki nem kérdezte, de azért elmondom, hogy megcsináltam a laska gomba pörköltet, okerlivel, uborka salátával kenyeret sütöttem, délután megsütöm a tököt, mert ugye foglalt volt a sütő. És csináltam körözöttet. Mint tőlem, 458 like, ebből egy csomó tőled kaptam, köszönöm szépen. Amit 23, nagyon szépen köszönöm a rózsát, köszönöm az ajándékokat már előre is. És az eddigi napokban kapott ajándékokat is nagyon szépen köszönöm. Még csak most néztem meg, hogy milyen sokat kapok tőletek, cukik vagytok. Pont a kedvencem. Hát akkor vedd úgy, hogy meghívtalak egy virtuális ebédre. Szia Tündi, köszönöm Mona. Nagyon siettem. Mondom, még föl is mostam. Nagyon-nagyon. Hát igen, ilyen ügyes vagyok. Na nem, azért ügyes nem vagyok, de hát ez van. Igyekeztem, nagyon igyekeztem. De nagyon fáradt vagyok, és nagyon várom a hétvégét, úgyhogy hétvégén pihi lesz. Nem ígérem, hogy jövök vasárnap. És egy kicsit fáj a torkom, azt hiszem. Legszebb, köszönöm szépen. Rovarírtás. Nem érdekel rovarírtás, köszönöm szépen. Munci, szia! Igen. Hogy mennyi like... van fehér a ruhámba, basszus. Mennyi like van a live-on, ha majd az Insta üzieim nem jönnek be, 1600 like-nál tartunk. Így van. Muszáj innom. Valami lett a torkommal, lehet, hogy ez egy néma adás lesz. Én akkor is beszélek, hogyha fáj a torkom. Kitikattam. Köszönöm szépen. John. Kicsit megtuningolom, nem baj, nem tudom. Ja, a lájkokat? Hát ezt köszönöm, hogyha megtuningolod. Figyelem, szem a pályán. Nagyon sok kommentet nem tudok elolvasni. Elnézést, akinek nem válaszolok. Nem azért van, mert bunkó vagyok, hanem azért, mert nem minden jön be, nem mindent látok. Állandóan szana széjjel néznek a szemeim, miközben beszélek. Ez a baj. Semmi 740, szia! 2800-900 lájkot kaptam eddig.
Úgyhogy, de azért hétvégén lángost fogok sütni, mert megígértem múlt héten. Szia Dorina, köszönöm, hogy itt vagy és jöttél hozzánk. Most csináltam új zenéket, de nem vagyok elégedett magammal. De ez jó szám. Hova megyek? A gyerekeket várom az iskolába. Hódolatom, ifjú hölgy. Kicsit tisztítsd meg a kijelzőt az ifjútól, mert nagyon régen messze vagyok. Palacsintát, új, de szeretem. Köszönöm szépen azt a nagyon sok lájkot. Abdulla, hogy becézhetnek? Mi a keresztneved? Szüsszi, mi a helyzet? Az van, hogy ez egy bolond idő. 20 fok van reggel, meg 6 fok volt nálunk. Úgyhogy azt sem tudtam, hogy most mit lehet fölvenni, mit szabad, mit nem ér. Misike, jó, megpróbál megjegyezni. Köszönöm, hogy elmondtad nekünk. Romi, szia! Focistát, Ronaldo, tőlem semmi más ne várjatok. Csak Ronaldo. Minden nap ezt fogom mondani. Csak minden nap más ruhába. És köszönöm a kérdést. Köszönöm szépen, na hát, jaj. Hojli Szoli, munkára alkalmas állapotban vagyok. Ez az. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Szép ez a BMW. Ez a legcsodálatosabb BMW a világon. Mondjuk Merci, de attól még BMW-nek is beillene. Roland Szalai, szia. Igen, most mondtam el, ez egy GLA. Mostában nem látnak a live-omba. Azért nem, mert tökre el vagyok havazva. Évelei felmérések voltak a héten a gyerekeknek, úgyhogy próbálok itt lavírozni a mókuskerék, meg a szabadidő között. És egy csomó live-ba nem tudok sajnos menni. De ha lesz időm és van live, ígérem, hogy bemegyek és megint trollkodok. De én aranyos troll vagyok. Ez egy egyrészes ruha. Mondjuk nem olyan előnyös, mert itt van rajta ez a kötő, ami kilóg, mint valami fül. GLA. Ez egy GLA. Most már veszek egy kitűzőt magamnak. Nem szeretem a mákos sétest, meg nem eszek. Ő kicsoda? Hát ő kicsoda? Nem eszek cukros sütit. Autós live. Szia, Szabi. Hát ez ilyen oltogatós autó live. Mint minden nap. Fíbe van a live, akkor ezúton köszöntjük a kívülről néző, érdeklődő szemeket. Tessék bejönni, tessék velünk beszélgetni. Igen, Pamcsatkám, nagyon-nagyon köszönjük a kedves beírásodat. Ezek szerint te csak a férjedét költöd, sajátodat nem, azt nem szabad. Milyen adásszünet? Igen, hát azért adásszünet, mert én vagyok az Ada. És velem egy kis szünet a napból. Hánya megy? Mármint mi megy hánya? Dorina már röhög előre. Remélem, hogy nincs torokgyulladásom, mert akkor reket live lesz jövő héten. Itt a rekettyésben, mert ugye tudjuk, hogy itt lakok a parkolóban. Nagyon szép vagy, köszönöm Attila, köszönöm a követéseket, 6900 lájkot kaptam eddig. Frankó. Nem ezek húst, úgyhogy a pacal pörkölt kilőve. Nagyon csinos vagy, köszönöm szépen. Kata, szia, hogy vagy? Jobban vagy már? Szoktam dolgozni. Nem a fánterem a lóvén állunk se. Nem a vivás Ada vagyok. Hasonlítok rá? Szerintem nem. És nem ittek a gyerekeim se. Egy év van köztük. Igen, lehet, hogy egy csomó köszöntök egymásnak, és egy csomó minden nem látszik. Ez egy ilyen TikTok malűr. Hol vetted a ruhád? Nagyon szép, a Piaf Párizsba vettem. Mennyi a végsebessége a kocsinak? Fogalmam se nincs. Nem száguldozok vele. Óvatos duhaj vagyok. Minden szuper, Szabi, nálatok. Jobb vagyok, mint a vivás Ada. Hát köszönöm szépen a dicséretet. Még mindig folyik az óra a Katának, szegény. Két tetoválásom van, egy kicsi és egy nagy. Jobb, mint a vivás Ada. Igyekszem, de szerintem ő is nagyon jó műsort vezetett annak idején. Most már a családra koncentrál, azt hiszem. Nem tudom, hogy most műsort vezete. Farsang István, köszönöm szépen. No problem. Szabinál minden stabil, az a legjobb, ha happiness van. A
kék. Na, nem hiszem, hogy nekem olyan arcom van, amihez a kék szem illene. Köszönöm. Ez egy GLA. Shark Woman egy csomó minden user nevet nem tudok kiolvasni. Mondjuk azért, mert már megint van fehér a ruhámba. Pakisztán. Köszönöm szépen, Dorina. Te is mindig nagyon csinos vagy. Hát most ilyen lekapott a körmöm, hétvégén fogok körmöt csinálni, mert a Kitty megy a mamához, úgyhogy csak egy gyerek lesz otthon, több szabadidőm lesz, és elkezdtük megszavazni, hogy milyen legyen a körmöm tegnap előtt. Ez történt, nem tudom, mi van a hangommal. Segítség! Úgy járok, mint az Ariel a kis hablányba. Fehéret vedd le, paf! És így letépném a csipkétről, tudjátok, ilyen tépőzáros lenne, mint azokban a táncos filmekben, amikor így letépik a gatyát magukról. Hova megyek? Majd haza fogok menni, amikor megérkeztek a gyerekek az iskolából. 8800 lájkot kaptam. Hát, tényleg nem tudom, mi van. Valaki beleköpött a piámba, és megfertőzött. Gyanús. Miért vagy kocsiba? Itt vagyok, én vagyok a parkolóőr. És mindenkit lecsekkolok, aki itt parkol. Ma egyszerre fognak végezni. Igen, nálam két hete voltak betegek a gyerekek. Én azt hittem megúsztam, de lehet, hogy nem. Direkt csináltam nektek egy új playlistet, és nem ugrálnak át a számok. De, várjatok. Ja, és megint új ízét próbálunk ki. Új beállítást, hogy ne zárjon le a képernyő. Nagyon izgulok, hogy összejön-e. Lehet, hogy az a baj. Ez jó szám. Pillanat, mindjárt válaszolok. Jól el is nyomtam a jó számunkat. Hello, Tibi Csoki! Igen, hát nem, elsötétült a képernyőm, szóval nem ez volt a megoldás. Én vagyok itt a, igen, biztonsági őr a parkolóba. Szia Piri, köszönöm, hogy itt vagy. Mit fogtok csinálni a hétvégén? Mi a program? Eddig 9700 lájkot kaptam, ha ez volt a kérdés, hogy eddig. Hogyha azt kérdezted, hogy meddig tart a munkaidőm itt a parkolóban, mint parkolóőr, még egy olyan 40 percig. Szia, Szilárd, Grezner. Irénke jut eszembe. Meccsre megy. De jó, gyémánt anya. Igen, mindjárt jönnek a TikTok gyerekeim, mert egy csomó gyereket örökbe fogadtam. Szia, Tomi. Te ki vagy? Hát én már nagyon ki vagyok így csütörtökre. Hétvégén feltöltődöm, nem leszek ki. Tökre nem leszek ki. 5800 lájkot küldtem. Köszönöm szépen, Patakhat. Így most kereken 10000-et ír. Suli előtt dekkolós live. Igen, hát egy csomó mindenki már tudja. Már csak alig kell elmondanom, hogy miért ülök állandóan a kocsiba. Tegnap is mértani pontos... Igen, mértani pontoság. Ugyani. Mivel töltődsz fel? Hát... Pihenéssel, most szeretnék pihenni, kicsit tévézni. Köszönöm, Erik. Várom, hogy legyen egy új sorozatom, mert most nincs, és azokat szeretem nézni. Azért ülsz itt, mert nem vagy otthon. Így van. Ezért ülök itt, mert nem máshol ülök. Szóval sorozatot kell keresek. Nálam van a szemüveg, igen. Ő nagyon poros, várjatok. És lehet, hogy le is merült az elem. Most statikus lett. Ha nem vagyok tolakodó, megkérdezheted, hogy milyen származású vagyok. Á, magyar vagyok. Magyar. Nagyon menő. Köszönöm. Kalifátus. Na, meg fogom nézni. Tényleg nincs jó sorozatom. A krimit szeretem nagyon. Igen, azt hiszem, hogy azt már láttuk. Nem néztük végig, annyira nem jött be. Ez egy olyan szemüveg, ami kivetíti nekem a kommenteket, és ezért nem kell behajolnom.
Így van. Ezt fogom mondani. Ez egy TikTok szemüveg komment kivetítővel. Lupin, azt néztem, végig néztem. Nagyon aranyos volt. Török sorozatokat nem. Szia Beatrix, köszönöm, hogy jöttél ma is. Manifest, na. Tök jó. Raktam fel az Instára. Szerintem még látszik a történetbe. Mind a hármunkon a gyerekekkel rajta volt a szemüveg. Este tök jól látszott, hogy világi. Nem idegesít a villogás, mert én csak ott látom, hogy villog. Képzeljétek el, így szemcsin keresztül nem látom, hogy villog. Abszolút nem zavar. Az már jobban zavar, hogy ide rajzoltak valamit. Mi történt az orrommal? Hát így születtem. Sajna. Itt. Ez dobta a gép. Ez történt az orrommal. Nem tudok. Ennél többet nem tudok elmondani. ...847 lájkot küldtem. Köszönöm szépen! Most leveszem a szemcsit. Fülidegesítettetek. Mi van az orrommal? Meg a hajammal? Mi van az orrommal? Szar? Meg kell műtessem? Nem fogom. Most mondjuk megnyomt a szemüveg, látjátok? De baj van vele? Gondolkoznom kéne rajta? Szarul nézek ki? Komolyan mindig ki vagyok találva. Ha, most kiborultam teljesen. Hogy fogok így aludni? Köszönöm szépen a dicséretet. Köszönöm. Mindegy, hát már ezzel az orral halunk meg. Szerintem nincs sere opció. Köszönöm szépen. Nem nézel ki szarul, jó? Lehet, hogy csak azt kérdezte, hogy miért látszik ez a porc. Tudjátok, erről beszéltem valamelyik nap, hogy ahogy öregszem, itt porcosodik, anyukának is ilyen az óra. De már sem történt vele, csak ennyi, hogy az ott itt. Elengedett a kollagén. Jó, megnyugodtam, engedjük el az óromat. Kibeszéltük az óromat mára. Ne stresszed magad, jó? Oké. Okay. Szia, Tátra Varga! Tegnap kiveséztük a tátra teát. A szemüveg meddig viselte egyhuzamban? Hát ez nem olyan jó megoldásám. Megmutatom nektek, tök csúnya, ha föl van véve. Itt van egy ilyen kis ablak. És mindez az elem működteti. És szerintem ez addig tud működni, amíg le nem merül az elem. De lehet állítani a színét, és akkor vagy egyszínű, vagy villog. Persze, hogy emlékszek, ha nem vagyok hülye. Csak arra nem emlékszek, amit nem láttam kommentet. Mert hogy sok ilyen van. Hello Meli, köszönöm, hogy itt vagy. Azért ülök a kocsiba, mert nem volt kedvem állni mellette és új live-olni. Ezért leültem. Mennyi új modi van? Nincsenek újak, csak nem mindenki tud jönni minden nap. Mit kapcsoljak be a szemüveget? Most nem veszem föl, mert megnyomja az orrom, aztán kiderül itt, hogy rendbe kell rakassam az orrom. Talán így jobban látszik. Látjátok, így most villog. Így gyorsabban villog, és akkor vannak a különböző színek. Szerintem most pont nincs elég sötét hozzá. Csak neked újak, igen. Amúgy egy sima plexi, vannak rajta ezek a fehér minták, és hogy végignyomja innen a fényt, a fehéren tükröződik, csak ennyi történik vele. És flexelhetnénk benne. Mármint nem úgy, hogy hú, de menő vagyok én, hanem hogy nem roncsolja, nem nagyítos. Nem, ez csak ilyen játszós szemüveg, gyerekek jobban élvezik. Nem tudom, nem a torkommal. Gyerekek jobban élvezik. Nagyon szívesen felveszem, majd akkor veszem föl, ha már elmúlt ez a nyomás az orromon. Ezt a Piaf Párizsba vettem, de nem idén, hanem még tavaly. 11.300 lájkot kaptam. Torina, egyfolytában rajtam röhög. De nem baj, mert ezért jöttünk. Viccelődjünk, azt szeretem. Annyi jó zenét hoztam nektek is. Nem? Üdvözöljük a külföldi vendégeinket. Gyönyörű ruhány. Köszönöm, Meli, te is nagyon szép vagy mindig. Kommenteket nem bírom már.
Ez jó. Imádom, hogy elsötétül a képernyőm. Nem is egyszer, kétszer. Paf, paf. Soha nem fejtjük meg. Ajándékba kaptam a szemüveget. Bocsánat, ha nem válaszoltam rá. Mit csinálok ma? Igen, a TikTok szépen lefoglalja a napjaimat. Nincs is élet a TikTokon kívül. Csak itt. Mr. Orange. Orange. Bocsánat, nem tudom, hogy ejtsem ki szépen. Nem bírom megfejteni a kérdést. Ma, hát megírjuk a házikat, holnap sportnap lesz egyébként, úgyhogy nem lenne muszáj megírni a házit, de mi minden nap mindent megírunk. Köszönöm. Köszi, Bajlis Zoli. És megsütöm a sütőtököt. És mosnom kell. Mindent meg akarok csinálni péntek estig, hogy a hétvége free legyen. Köszönöm szépen, Piaf Párizsból van a ruhám. 11.500 lájkot kaptunk. Mert ezt nem csak én kapom, hanem ti is. Hello, hello Steffi, 1975. Zsippad az ujja a Bolnis Zolinak. Edzeni kell rá, edzeni kell rá. Kicsit nyíltan kérdezte. Van, akinek így első nekifutása nem sikerül jól megfogalmazni a mondani valóját. Van ez így. Majd legközelebb. Itt mindig. Szóval holnap sportnap lesz. Holnap csak délig lesznek suliban, úgyhogy a holnapi live lehet, hogy otthonról lesz, nem kocsiból. De ha nagyon akarjátok, beülök a garázsba live-olni. Enyém sem ment át elsőre. Kedvenc öblítőmárkám, nagyon sokáig szerettem a rózsaszín kokolinót, de most rátaláltam az aranyszínű Lenora, és nagyon jó illata van, inkább olyan parfümösebb illat. Piaf Párizs oldalt egészen jó és nem drága, teljesen rendben vannak az áraik. Személyesen éri meg, ha valakinek közel van, vásárolni, mert nagyon sok akció szokott lenni. És azt hiszem, hogy amikor online rendeltek, akkor nem minden akció érvényese. Hát van olyan, aki nem feltétlenül találja a szavakat. De lehet, hogy nem rossz a szándék, csak a megfogalmazás volt rossz. Sportnap lesz, minden évben így kezdik, hogy amikor már túl vannak ezen sok felmérőn, akkor csinálok egy sportnapot. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mit fognak sportolni. Ilyen játékok lesznek inkább szerintem. Nagyon nagy forma vagy mindent a rajongókért. Hát persze, így van. Az idegzett a Dorinának nehezen bírja. Hát... meg kell tanulnunk elengedni a dolgokat. Nincs más hátra, csak előre. Köszönöm szépen, Robi, nagyon kedves vagy. Köszönöm a követéseket. Biztos vagyok benne, hogy ez fényerő probléma lesz. 13.000 lájkot kaptam. Az a jó, hogy ebben jó idő lesz. Én nagyon szeretném, hogy jó idő legyen, mert ebben megfogynak szegények, mert nyilván az udvarra rakják ki az összes gyereket. Köszönöm a követést. Nagyon aranyosak vagytok. Pisti, milyen kedves vagy, köszönöm szépen. Jaj, volt kérdés, patakat, bocsánat, nem láttam. Udvarra egy kupacba, igen. Kihajtják őket, jól elfáradjanak, aztán jönnek az, úgyhogy délig vannak. Hát az enyémek, akik ebédelősek, azok nem. Úgyhogy szerintem eljövök értük hazaviszem őket, és akkor inkább majd otthonról live-ozok holnap, mert nagyon zavar, hogy nem látom a kijelzőt rendesen. De remélem azért mindenki felismer kocsi nélkül is. A pofám. Csókolom. Kerekes Norbi, szia. Adas sem merte beolvasni. Lehet, hogy nem láttam. De jó lábad van. Köszönöm szépen. Nekem vannak kétségeim efelől, de örülök, hogy annak látod. Nikolász Lada 50, szia! Múltkor is otthonról live-oztam vasárnap. Szia pozitív taxis, örülök, hogy itt vagy. Igen, vasárnap otthonról live-oztam, mert hát ugye nem volt suli.
Kis bivaj, szia! Van gyereke? Ha tőlem kérdezett, engedj, hogy nagyon szépen kérlek, mert annyira nem vagyok idős, hogy ne férjen bele. Kettő van. 8 és 9 éves gyermekeim vannak. Szia, Petra! Nem lett lángos, de most lesz hétvégén. Azért tartom így a kezem, mert idióta vagyok. Azért, mert fehér van a ruhámon, besötétedett a képernyőm, és nem látom a kommenteket, de szerintem ti se. Mármint, hogyha a fehér miatt csak. Mert ilyen robotos a mozgásom. Be vagyok kicsit rozsdásodva. Addig nem volt bajom, még nem volt ilyen sötét. Kajak azt hiszik, tikkes vagyok. Az újak azt hiszik, hülye vagyok. Valljátok be, hogy hülyének néztek. Nagyon csinos vagy, köszönöm szépen. Ja, amúgy melegem van egy kicsit. Halas Gabi, viszontlátásra, köszönjük, hogy itt voltál. 80-as évek robot dance, így van. Jó. Hello, Tibi Csoki. Újra köszönjük, hogy szemed a pályán. Újad a kijelzőn. Köszönöm szépen a rózsát. Köszönöm a rózsát. Ez egy GLA. Pezes Isti. Köszönöm a rózsát. Nagyon kedves vagy. A követéseket is köszönöm. 15.200 lájkot kaptam eddig. Így van. Hát én mindig elmondom, hogy izé vagyok. De nem úgy bolond. Aranyosan. Vicceskedni kell, nem lehet itt máshol. Ezért jövünk ide, hogy jól érezzük magunkat. Dobjuk fel a napot. Mindenki írja le a legviccesebb sztoriát. Van kedvetek? Mi a TikTokon? Igen, ez a terv, hogy szórakozzunk, jól érezzük magunkat. Szia Meli, puszi, köszönöm, hogy itt voltál. És ha nem találkozunk, jó hétvégét. Remélem most már megy a suli vikinek, és hogy meggyógyul. Gertrud, szia! Az én zeném megy. Közben meg. Pepco. A ruhám Pepco? Hát az is lehet. Nekem mindegy. Igen. Milyen kocsiba vagy? A sajátomba vagyok. Megpróbáltam a szomszédéba is beülni, de nem engedte. Szép napot. Szép napot. 18-szor kérdezte. Jobb többször, mint egyszer se. Na. Köszönöm a követéseket. Tök aranyosak vagytok. Köszönöm szépen. Jó, visszajött a zenénk is. Kóka Miklós követi a házigazdát. Ez az. Hogy vagy? Nagyon jól vagyok. Köszönöm szépen. Igazából egy kicsit éhes vagyok, és nagyon várom az ebédet. Annyira rá voltam tegnap óta izgulva, hogy megfőzöm az ebédet, de aztán ugye már megkóstolni nem kóstoltam meg. De jó lett, azt mondják otthon, hogy nagyon finom lett. Dinka, de aranyosan. Így van. Dinkáskodni kell. Köszönöm a megosztásokat is. Majdnem elnyomtam az közbe. Meg megy. 16.200 lájkot kaptam. Olyan, mint valami verseny. Komolyan izgulok, mi lesz a vége. Aztán sosem mondom be, mi a vége. Lehet be kéne, ugye? Nem azt kérdezted, kinek az autójában, hanem, hogy milyen. Hát... Az előbb azt mondták, hogy nagyon szép BMW, de merci. Ha már megint ennyien kérdezősködünk, mondjuk meg, valljuk be őszintén, ez egy GLA. Megnyugodtak a kedélyek. Szia, Gyuszi! Neked is legyen szép napod. Köszönöm, hogy edzettél helyettem ma. A személyi edzőm a Gyuszi. Ez annyiba kimerül, hogy helyettem edz. Nálunk így működik. Wolf. Szokatlan a fejem alakja. Hát én már megszoktam. Szerintem te is megfogod. Ennyi. Karácsonyra pezsgőt kérek Adától a munkámért. Jó. Mindenkinek fogok küldeni karácsonyi meglepit, aki ennyit melózik itt nálam. Köszönöm a követést. Szia, Levi. Már tegnap mentünk ezen a luxus feleségvonalon. Visszatértünk rá. Hát persze, hogy Aszti Martini, mi más? Mi szokatlan? Az lehet szokatlan, én szoktam nézni magamat. Na, azt tudjuk, hogy egoista vagyok. Meg öntelt, meg ilyenek.
hogy ugye minden nap máshogy állítom be az állványt, ami van a telefonom, és amikor kicsit dől a szög, akkor valóban furi fejem van, még nekem is. De azért annyira nem, hogy megjegyezzük. Köszönöm, kombus. Szavakkal.hu. Gyere hozzám, én már elkeltem, sajnálom. Minden nap live-ozok, nem minden nap. Hétvégén nem szoktam. Vasárnap néha egy kicsit beugrok, de nem minden vasárnap. Hétfőtől. Szia Dezsi, köszönöm szépen. Kaptam egy súlyzót. Célzás volt. Célzás volt a Dezsitől. Szia Tis. Mire várok? Tapsra várok. És senki nem írta le a legjobb sztoriát, úgyhogy mást játszunk. Mást játszunk. Azt találtam ki, hogy mindenki emojival, akinek nincs megfelelő emoji az szóval, írja be, hogy mi volt az óvodában a jele. És utána én is el fogom mondani, hogy az enyém mi volt, és itt meg tudjuk nézni, hogy kik voltak a virtuális óvistársaink, úgyhogy... Úgyhogy kezdődik. Jó, oké, kezdtük. Van pillangónk, házikó, jó. Virág, pillangó, itt már vannak csoporttársak. Házikó, ide rakom addig a kezem, bocsánat, nem azért, mert kattos vagyok, hanem hogy lássuk azok ott, kis állatkák. Harang, süni, focilabda. Szia, gomba, kis csibe, óra. Az nem tudom milyen állatka, mert messze van. Katica, jaj de szép. Kittinek is virág volt a jele. Ne foglalkozz a kommentekkel, így van, ne foglalkozunk velük. Csibe, jó. Csiga, harang. Itt már volt harang és pillangó csoportosunk. Tulipán, egymás után két tulipános csaj. Evelyn, Anita együtt járt a Covid-ba. Csillag, Laura. A Laurával csoporttárs voltam. Együtt jártunk a szívecske csoportba, úgyhogy nem a végén mondom meg, nekem szívecske volt. Fésű, tuskó, az is maradtam. Cica, csiga, mennyi csiga, süni. Atoszkának leveszed a pólót volt a jele. Cica, Tóth Bandinak padlizsán, bár ez kétlem, de köszönjük, hogy megosztottad. Na, Csillának is szívecske volt. Miért tartom így a kezem? Imádkozom hozzátok, nem? Hogy lássuk, hogy kinek mi volt a jele. Bagoly! Bagoly! Akik most jöttek, azoknak mondom, már hozok ide egy fekete táblát. Azt írjuk be, hogy kinek mi volt a jele az oviba. Méhecske! Másnak is volt. Szellem! Nem, azt nem hiszük el. Azt tuti kamu, hogy nem az. Igen, még csak egy órát láttam én is. Katica. Hóvirág, de szép. Köszönöm a követést. Esernyő. Kislányomnak esernyő, de jó. Köszönöm a követést. Mi az a piros? Luffy. Luffy is volt. Megán királynak finktartó volt. Akinek méhecske volt, nem tudtam, hogy szőlő és körte. Akkor itt valaki több csoportba járt, vagy több oviba. Alma senkinek nem volt, nem én, nem láttam még almát. Izacska nem járt oviba, Bölcsibe se? Aradról vannak nézőink. Az egy baguette kenyér? Egy kenyér. Gyertya. Nyaklánc. Na, az egy pari vagy egy alma? Basszus, nem látom. Kifli. Eddig szerintem a Katica volt, és a pillangó. Szia Judit, köszönöm szépen. A pillangó és a Katica volt. Jó van, Gabi, tudod ki hiszi el, hogy neked cumis üveg volt a jeled. Bár lehet, hogy tényleg az volt. Komolyan mondom. Gyöngysor, az milyen jó. Tök jó a gyöngysor is. Hello, Orsi, hello. Beírjuk, hogy kinek mi volt az oviba a jele. Pöttyös bögre, mindkettőnek pöttyös bögre. Méhecske, roller, na az se volt még, lombosfa. Ismerek valakit, akinek lombosfa volt a jele, a picinek. Szoktatok nézni a live-ját? Adafest van. Nem, most csak vicceskedünk, ovi jeleket írunk be. Lombosfa, na.
Mert ugye van fenyőfa is. Fenyőfa még senkinek nem volt. Az nem tudom mi, az egy körte? Miért bolondozni nem lehet? Létre, gipszkartonozok. Hollandafest. Igen, egy gomb. Azt hiszem egyszer láttam én is a gombát. Szánkó. Szánkó. Nekem szívecske volt. Tulipán. Aj, magamnak csinálom, mert sajna nincs, aki rám rajzolja reggelente. Hóember virág. Egy igazi Jézus Krisztus. Neked mi volt a jeled az oviba? Mondd meg nekünk. Kulissza titkokat árulunk el. Perec. Szék. Nem mondod, Orsi. Tényleg szék volt. Napocska. Azt hiszem, azt sem láttam még. Szia, Fatime. Ceruza. Kék autó. Na, végre. Végre az Oli is elmondta. Szia, Réka. Jól vagytok? Mindig autóból levezök, igen. A padlizsánt nem hiszük el senkinek. Dobókocka. Képzeljétek el, a Maddoxnak dobókocka volt. Szerintem tök ritka. Mi ez itt a hajam? Rák. Fésű. Fésű volt. Gomba. Köszönöm, mert lassan kigyógyultam. Jaj, de jó, örülök neki. Roller. Rékának kifli volt. Napocska. Szilva. Padlizsánért némítésre. Még akkor is az volt a jeled. Mert akkor még tuti nem rajzoltak padlizsánt. Piros autó párjának. Szia, Ádám Kucsera. Traktor és box kesztyű. Na, elmondom, nálunk nekem szívecske volt a jelem, és a Kittinek kis virág volt szívecskével, mert szívecskét szeretett volna, de az már foglalt volt, és annyira megviselte ezt, hogy neki nem ugyanaz lesz a jele, mint anyukájának volt, hogy ezért azt mondták, hogy föl tudnak neki ajánlani egy kis virágot mellette egy szívecskével. Úgyhogy Kittinek kis virág volt szívecskével, a Maddoxnak pedig dobókocka. Imádtam. Minden szarra rá kellett rajzolnom a dobókockát, még az ilyen ekkora dolgokra is. Legkisebbiknek kis szívecske, az olyan cuki. Magyarország, Pest megye. Köszönöm a kérdést. 19.200 lájkot kaptam. Tök jó. Igen, tényleg mindenre. Hát tudjátok, az oviban rá kell rajzolni a jelüket mindenre. Az egy akkora szivatás volt. Nagy nehezen megrajzoltam, mert hát ugye nem csak egy kockát csináltam, hanem annak voltak így oldalai is. Szóval próbáltam így térbe rakni, és akkor még bele kellett férjenek a pöttyök. Ugye nem egy, mert arról megint nem tudjuk, hogy dobókocka. Réka imádja a kocsimat. Köszönöm szépen. És kis Peugeot-ja van. És befér annyi gyerek? Szia Zoli, mész vagy mit mutogatsz? Igen, mész. Akkor további szép napot. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Ja, igen, hanem a dizájn tetszik. Értem. Hát, most valamelyik nap voltam vásárolni. Necces a csomi. Jól befér minden, de örülök, hogy egyen nagyobbra váltottam, mert a másikban már nem fértem el. Ádám, köszönöm szépen a rózsát. Ez egy GLA. Még ma senki nem kérdezte meg, úgyhogy köszönöm a kérdést. Igen. Köszönöm, Andi. Nagyon kedves vagy. 19.700 like. Az előzőm is Merci volt. Csak régi. Nagyon régi volt. Kis öreg. Most is az. De az is nagyon aranyos volt. Szerettem azt az autót is. Több mint 10 évig használtam. Ezt is most... Ezt is most... 10... Hát, egy 10 évig biztos, hogy fogom használni. Instán. Nem tudom, hogy mi van Instán, de itt egy csomó kérdést meg tudnak a moddik válaszolni már, hogyha valakinek nem válaszoltam, és bocsánatot kérek érte. Itt van, akinek repülő, meg házikó volt a jele. Megnyomom, hogy meglegyen a 21.000. Jó, 20.200-nál tartunk. Tök gáz, hogy ti nem látjátok ezt, nem? Nem tudom, miért titkos ez.
Amúgy tök jó volt a délelőtt, így hogy elfőzögettem ott magamba. Beraktam egy jó kis relaxációs zenzenét, besütött a nap, olyan nyugi volt, olyan jól esett egy kicsit úgy magamba lenni, csendbe, mindenféle zaj nélkül. Szia Ferenc, köszönöm szépen a rózsát. Köszönöm a lájkokat. Andrea kis, szia. Megjött a kiti cicám. Na nézi, hogy mehet a lányokkal játszani. Akarsz menni játszani velük? Nem. A Jászmi már egy órával hamarabb kijött szerintem, mint te. Tudom, mert ő felváltottja a tesit. Szerzünk egy kamu igazolást, ne kelljen tesizni. Ámen. Mondjad szívem. Igen, tudom. Tudom sajnos, hogy van ilyen itt. De majd megbeszéljük később, jó? Kitty, ez a Kitty most, Mona. User, köszönjük, hogy itt voltál, sajnáljuk, hogy többet nem tudsz jönni. Tetoválva van a szám, és a Carmexnek ezt a... Tudjátok, azt a géles Carmexet szoktam rákenni. Szia, Kitty, Mona, üdvözlöm. Szia. Ment 1200, köszönöm szépen, Patakat, 22700 like-nál tartunk. Van férjem, köszönöm, és nem eladó. Csak ennyi. Radics Attila, köszönöm szépen. A ruhám a boltból van, és a Piaf Párizsból, de tavalyi, úgyhogy nem hiszem, hogy idén lesz. Keresett a Feri? Jó, hát keressen tovább. Köszönöm, Réka, megtolta a lájkot. 270 like van csak egyszerre. Teljesítve 21000, igen, 23000 egyébként már. Szép a ruhát, oda, Ferinek is hívhat. Jó. Azt hittem azért írtad, hogy Ferenc, mert szereted, hogyha így egybe van szépen kiírva, de akkor ezentúl felízlek, és köszönöm szépen. László István kérdezi, szeretsz? Nem szeretsz, de nagyon kedvellek. Jöttem kötekedni, de az kemény szép a ruhá. Köszönöm szépen, nem kell minden nap kötekedni. Elég csak minden másnap. Vívcsó, szia, köszönöm, hogy jöttél. Mi lesz itt, csak kérdezem? Tegnap nem voltál szemtelen, pedig itt voltál, ma se legyél, mert akkor el fognak... Elküldtek, bocsánat. Éjjel-nappal live megy. Hát ez itt az... Mondanám, hogy az éjjel-nappal Budapest, de nem, ez itt éjjel-nappal Ada. Parkolóban éjjel-nappal Ada. Éjjel is itt ülök. Csak nincs világítás, az a baj. 24000 lájkot kaptam. Milyen volt a napod, szívem? Nagyon jó. Megetted enni inni valóda? Kérek szépen, ne. Zsebkendőt. Láttam, mert elküldték a szülői csoportba. Látod, ezért nem járhattuk egyedül haza. Tessék, szívem. De nem rabol egy gyereket. Köszönöm a követéseket. Reddecsi Ludovika, nem tudok válaszolni rá, mert nem tudom, hogy mi az, de mintha már tegnap is kérdeztétek volna. Én ilyen tudatlan vagyok. Szőke. Romániából Dan Daniel. Szia. Köszönöm, Feri. Meg kell tanuljam a ferizést. Olyan sokáig ferenceztelek. Éjjel nappal Merciben című sorozat az HBO-gó műsorán. Így van. Így van. Hát a Netflixnél nem voltam felkapott, HBO jutott. Csodálatos és csábító. Köszönöm szépen, 24700 lájkot kaptam. Subaru, szia! Viktor, szia! Köszönöm a követéseket. Van gyereked? Van gyereked? Kettő, egy itt ül mögöttem, egy, mert meg várunk, és nem tudom, hogy miért nincs még itt. Mondjuk nem is értem. Hol a Maddox? Nem láttad? Pedig a Maddox mindig gyorsabb. Szóval jön még egy majd. Go a Marvel akkor. Jó. Köszönöm a követést. 25500 like. Még egy körülbelül 5 percet leszünk egyébként. Remélem, hogy nincs toroggyulladásom. Tökre be vagyok parázva. Mad Max. Igen. A Mad Max. Hogy hívják a lányaid? Egy fiam van és egy lányom van. Kitty és Maddox. 8 és 9 évesek. Harmadikos és negyedikesek. Milyen BMW-n van? Az, hát... Az ki van zárva, mert nem tudom.
Már ez nem BMW, szóval nem tudok rá válaszolni. Nem tudom most megmutatni őket, mert még csak a fele csapat van itt. Maddox, köszönöm szépen. Próbáltam neki olyan nevet választani, ami különleges és kevés embernek van. Mit szerettél volna Réka kérdezni? 26.500 lájkot kaptam, közben szemem a Maddoxon félig. Ismeretlen 487 követi a házigazdát, köszönöm szépen. Ez egy GLA. Milyen a ruhád, milyen a kocsid? Milyen a hajad, milyen a szemüveged? Milyen jó fej vagy? Na jó van, nem szívom a véleteket. Köszönöm a követéseket. Mi a titka, hogy ilyen jól nézek ki? Nem tudom, de örülök, hogyha így látod, hogy jól nézek ki. Szép vagy, köszönöm szépen. Kittinek hívják. Nincs kedved benézni rá? Most már itt kéne legyen. Nem tudom. Mert hogy info az utolsó órája, tehát még csak az sincs, hogy tessé és öltözködik, vagy ilyesmi. Info az egész idő. Szia Feri, köszönöm, hogy itt voltál. Mit változtatnék meg magamon? Összességében elégedett vagyok. Persze van itt-ott egy-két dolog, ami zavar, mert maximalista vagyok, de számottevő dolgokat nem. Mondjuk azt tudjuk, hogy az orrommal van valami, és sem férne egy orrplasztika, de nem lesz. Nem lesz, ez már ilyen marad. Mi az igazi nevem? Ada. Pikachu, neked mi az igazi neved? Pikachu. Ez az élet ilyen szépségesen. Nem. Mondjuk sok a rossz indulatú ember, de nem hiszem, hogy összefüggésben van a kettő. Itt a Maddox, megjött a Maddox. Tökre megijedtem, hol van. Rablom, miért tudod itt? Igen, azért egyébként. Nincs házi! Szabad délután tanítnak. Nincs házi. Neked nekem sincs? Van. Ó, Kittinek van. De. Mi a neved? Ada. József. Rampampammal fogunk búcsúzni tőletek, olyan adásom. Megjött a kis cser... Csukom! Tegnap majdnem rácsuktam. Így jó, Góri? Mennem kell, további szép napot mindenkinek. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a 28.700 lájkot. Azt is köszönöm, hogy 286-an itt összegyűltünk ma is, és földobtuk egymás napját. Sziasztok! Csapat! Hello. Én! Puszi! Sziasztok! Holnap találkozunk. Hello, hello!